Minden évszakban kiemelten fontos a láthatóság kérdésköre, hirdeti ez a felirat. A Megyei Balesetmegelőzési Bizottság szakembere is erre hívták fel a figyelmet a napokban a Nyíregyházi Kert utcai benzinkúton. A Látni és Látszani kampány keretében ingyenes látásvizsgálattal és gépjármű átvizsgálással várták az érdeklődőket. Jó, ez közel mínusz 40 fokos. A fagyáló folyadék hőmérséklete mellett a motorolaj szintet is megmérték ebben az autóban. Azok, akik nem mindent rendben találtak, ajándékot is választhattak maguknak. Bicikli lámpák, láthatósági mellények és foszforeszkáló csíkok találtak gazdára. Az összejellemző korlátozott látási viszonyok között különösen fontos, hogy a világító berendezések megfelelően működjenek. Ha ez még sincs így, első esetben csak figyelmeztetik a járművezetőt a rendőrök, hogy orvosolja a problémát. Nem minden autónál lehet a helyszínen ezt elvégezni, illetőleg már nem is kötelező a helyszínen ezt megcsinálni, nem kötelező a izzókészlet, a pótizzókészlet. Ettől függetlenül mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy ezek a berendezések megfelelően működjenek. Nem csak elől, hanem hátul is. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy nappali menetfényt használva lakott területen kívül hátul semmiféle világító berendezéssel nem rendelkezik a gépjármű. Egy ködös, párásabb időben ez már különösen balesetveszélyes. Ha pedig egyetlen féklámpa sem működik, az már nagy baleseti veszélyforrás. A rendőrségi felszólításnak ráadásul nyoma van a hatóság rendszerében. Így akit egyszer már figyelmeztettek, legközelebb nem biztos, hogy megúszta ilyen olcsón. Az intézkedő egyenruhás a helyszínen 5-től 20 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhat rá, sőt, akár fel is jelentheti. Nem az a célunk, hogy minél több bírságot kiosszunk, hanem az, hogy a járművek láthatóak legyenek, és ne csak láthatóak legyenek, mert önmagában még az is talán kevés, hanem hogy jól lásson a gépjárművezető, hiszen nem mindegy, hogy egy gyalogost, vagy egy kerékpáros, vagy egy másik járművet milyen távolságról fog észlelni, hiszen egy jól beállított fényszóróval sokkal hamarabb észlel veszélyforrást, hamarabb reagál rá, és elkerülheti a balesetet. Az alerzedes szerint célszerű heti szinten minden világító jelző berendezést leellenőrizni. A Pénzcentrum cikkéből kiderül, a hazai autópark eléggé idős, rengetegen járnak 15-20 éves kocsikkal. Ezeknél a járműveknél még fokozottabban kell figyelni a világításokra, amelyik ráadásul nem felel meg az előírásoknak, az a műszaki vizsgán is könnyen megbukhat.